Sziasztok, Dogi vagyok! Eljött az a nap, amire szerintem már nagyon sokan vártak, hiszen nagyon sokan is kérdeztétek, hogy mikor jön ki a MoCreatures-nek az 1.7-es verziója. Hát, eljött ez a nap, kijött az 1.7. Igazából, ha jól tudom, tegnap jött ki, tehát 27-én, viszont most tudtam róla videót készíteni, és amit hozzáadtak a modhoz, az két új mob, az egyik a Vakond, ami folyamatosan megpróbálja magát beleásni a földbe, illetve a másik, ez az Ent, ez a fa ember-szerű valami. Túl sok mindent egyébként még nem tudok róluk elmondani, majd szeretnék róluk külön kis videót készíteni ugyanúgy, mint a többi mobról, hogyha esetleg később valaki ugye a csatornámra talál, akkor meg tudja ezeket is külön nézni. Igazából az 1.7-es MoCreatures annyit ad még hozzá a játékhoz, hogy néhány hibát kijavítottak. Az egyik engem például borzalmasan idegesített, ugye az volt, hogy van egy ilyen beállítási lehetőség a modban, hogy milyen mobok spawnolhatnak és milyenek nem. Na most neki tök mindegy volt, hogy beállítottad, hogy ne spawnoljanak mondjuk struccok, ugyanúgy spawnoltak továbbra is, úgyhogy ezt kijavították. Illetve ha már a struccokról beszélünk, akkor a struccok irányítása is jobb lesz sokkal. A Wyvern struccokkal lehet most már normálisan repülni, ugye ez is egy bug volt. Arról nem tudok, hogy lehet-e ugye ilyen pegazus unikornist tenyészteni. Én úgy tudom, hogy nem. A tündérlovas hibát nem javították ki, de hogyha esetleg kijavították, akkor nem volt benne a changelogban. Úgyhogy igazából ennyit is szerettem volna mondani. Akit érdekel, a videó további részében megmutatom azt, hogy hogyan is tudjátok telepíteni az 1.7-es verziót, mert egy kicsit változott az 1.6-hoz képest. És akkor el is érkeztünk ahhoz a részhez, ahol megmutatom nektek, hogy hogyan lehet az 1.7-es Minecraftból feltelepíteni a MoCreatures modot. A régi linkkel is egyébként működik az oldal, de az új linket fogom beírni majd a leírásba, mert nem tudom, hogy a régi link meddig fog még működni. A lényeg, hogy ugye keressük meg itt a Download the modnál azt a részt, ahol ugye az 1.7.2-es Minecrafthoz kell letölteni dolgokat. Ez annyiban változott egyébként az 1.6-hoz képest, hogy most már nem kell annyi modot letölteni ahhoz, hogy működjön. A legelső egyébként a MoCreatures, ugye itt a mirrorra kattintva le tudjátok tölteni. Most végigvárom az AdFlight, mert többen is mondtátok, hogy nektek nem működik valamiért, vagy hát igazából nem tudom miért. Rámentek arra, hogy skipod. Igazából az is lehet az oka, hogy nem működik nektek az AdFly, hogy olyan ugye segéd programokat használtok, amik leblokkolják a reklámokat, és esetleg azért nem működhet, mert ugye itt a reklám elhelyezés kell megvárni, azt kell végignézni. Úgyhogy lehet, hogy azért nem működik nektek ez az oldal. Nem tudom egyébként, nem próbáltam ki. Visszamegyek ide a MoCreatures modhoz. A következő ugye a Forge, ez a verzió kell nekünk. Ugye ez a installer verziója lesz. Úgy látszik, meg kell várni az előző letöltést ahhoz, hogy ugye el tudjunk indítani még egy letöltést az AdFly-ról, úgyhogy addig ezt meg fogom várni nektek. Az előző letöltést egyébként kihúzom ide az asztalra, hogy majd könnyebben megtaláljuk, ugye. Nektek is egyébként ezt ajánlom, hogyha nem tudjátok, hogy pontosan hova tölti le a fájlokat, akkor itt a letöltéseknél ki tudjátok húzni ilyen egyszerű mozdulattal. Firefoxnál legalábbis így működik. Én a Chrome-ot annyira nem szeretem és nem is használom, úgyhogy ott nem tudom, hogy ennyire egyszerű-e, de szerintem biztosan. A Forge-ot is kirakom ide, és nekem már kint van egyszer az asztalon, úgyhogy felülírom. És a harmadik modot is mindjárt letöltöm, ez a Custom Mob Spawner. Itt is szépen végigvárjuk, amíg ugye megcsodálhatjuk a reklámokat. Volt, aki jelezte, hogy ugye a Forge telepítésénél, mert az a következő lépés, ő nem tudta elindítani ezt az egészet, mert ugye ez egy ismeretlen fájl volt. Ahhoz, hogy ezt egy Java programmal meg tudjátok nyitni, annyit kell csinálni, hogy rámentek arra, hogy társítás, és itt kiválasztjátok a Java-t. Az biztos, hogy rajta van egyébként a gépetekkel, mert anélkül nem működne a Minecraft. Úgyhogy ugyanúgy, mint az 1.6-nál, rámentek arra, hogy install client, oké. Esetleg itt kiírhatja egy olyan hibaüzenetet, hogy még nem indítottátok el az 1.7.2-t, nincsen letöltve. Ilyenkor annyit kell csinálni, hogy megnyitjátok a Minecraft-et, letöltitek az 1.7.2-es verziót, és onnantól kezdve működni fog. Itt most kiírta, hogy ő sikeresen ugye telepítette.
És ilyenkor létre kell hozni ugye egy új profilt, hogy ne az legyen, hogy folyamatosan változtatgatnotok kell a beállításokon, hanem egyszerűen, hogyha létrehoztok egy profilt, akkor a játék elindítása előtt, ha azt választjátok ki, akkor ugye ez fog elindulni. Ez egy nagyon egyszerű dolog egyébként. Ugye én az eredetit használom, az eredeti Minecraftot, nekem így néz ki a launcherem. Egyébként azt szeretném elmondani nektek, hogy Minecraftot, Empire Craftot, Mester MC-t nem lehet modolni. Ezek már alapból modolt kliensek. Hogyha törtet szeretnétek modolni, én úgy tudom, hogy a Team Extreme-eset lehet, de lehet, hogy tévedek, régebben lehetett, azt tudom. Szóval a profilnévnek azt írtok be, amit csak szeretnétek, én beírom azt, hogy MoCreatures 1, mert már van egy MoCreatures nevű profilom. Itt kiválasztjátok a Use Version-nél, hogy Release, és akkor itt a 1.7.2-es Forge-ot. Figyeljetek oda, hogy esetleg más modhoz más Forge kell, akkor inkább hozzatok létre egy új profilt, mert nem fog működni, nem lesz kompatibilis a kettő egymással. Ugye ez a 10.12.0.10.12. Ez van itt is, úgyhogy ezt kell kiválasztani, Save profil. Innentől kezdve érdemes egyébként még egyszer lefuttatni, hogyha még soha nem modoltátok, érdemes elindítani a játékot, de én ezt most nem fogom megtenni. A következő lépés az, hogy ugye a modokat berakjuk a mod mappába. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, én Windows 7-et használok, de XP-n is ugyanígy működik, Windows 8-on nem tudom, hogy működik, de szerintem teljesen ugyanez. Ugye a kereséshez, illetve a futtatáshoz beírjátok ezt, hogy apdata, két P-vel egyébként, lenyomtok egy Entert, és itt megkeresitek a .minecraft mappát. Nagyon egyszerű egyébként, én ki is szoktam rakni az asztalra ezt a .minecraft mappát, hogy könnyen el tudjam érni. És annyit kell csak tennetek, hogy bementek ebbe a mods részbe, és nekem ugye már bent van ez a két mod, amit az előbb bemutattam, hiszen ugye akkor nem tudtam volna fölvenni a videót, viszont ha nektek itt nincsen semmi, akkor ezt a kettőt kell behúzni, ugye ezt a Custom Mob Spawnert és a MoCreatures modot. Figyeljetek oda, hogy mind a kettőnél ugye az 1.7.2-es verzió legyen, hogyha nem indul el a játék, akkor az azért lehet, mert ugye más modok is vannak esetleg a mappában, és hogyha van olyan mod a mappában, ami ugye akadályozza az elindulást, azért nem mondjuk más verzióval indul el, más forge-al indul el, akkor nem is fog egyáltalán elindulni, úgyhogy arra figyeljetek oda mindig, hogy azok a modok legyenek csak benne, amelyeket használni szeretnétek, és amik el is fognak biztosan indulni. Igazából ennyi is lenne, ugye az 1.6-hoz képest az a szerencsénk, hogy most nem kell a fájlok kiterjesztését is megváltoztatni, ezt is megoldották szerencsére, illetve hogyha valakinek nem megy ez a ugye ez az installáló Forge, akkor tényleg annyit kell csak csinálni, hogy társítás Java, onnantól kezdve pedig meg tudjátok nyitni. Ha nincs meg a Java és fut a Minecraft, az valami hatalmas nagy csoda lehet, esetleg még hogyha nem találjátok meg, akkor itt a alapértelmezett program választásánál ugye bele tudtok menni a programfájlokba, és ott meg fogjátok találni. Szóval olyan még nem létezett soha, hogy Minecraft Java nélkül futott volna. Ugye ezen a programozási nyelven lett írva a játék. Úgyhogy ennyi is lenne. Gyorsan még azért megmutatom, hogy ez működik és el is indul. Be is töltött. És mindjárt el is fog indulni. Mint hogy láthatjátok, 1.7.2-es verzióban indul el a Minecraft. És 5 mod aktív, modok listája, Custom Mob Spawner, illetve a MoCreatures mod. Úgyhogy ennyit kell tennetek, hogyha 1.7-ben szeretnétek ezentúl játszani a moddal. Igazából most már ugye az új biomokon is ki tudjátok élvezni ezt az egész modot, ki tudjátok próbálni, hogy az új biomokon milyen állatok spawnolnak. Remélem tetszett a videó, remélem hasznosnak találtátok, remélem ezentúl mindenkinek sikerülni fog a telepítés, többet tényleg nem tudok segíteni, és nem is fogok senkinek a gépében turkálni ahhoz, hogy ezt meg tudjam csinálni. Igazából ez az összes hiba, ami felmerülhet, ugye, hogy az AdFly nem működik, mert esetleg adblockot használtok, a Forge-ot nem tudjátok elindítani, mert nincsen társítva ez a file típus a Java-hoz, illetve hogy ezt nem tudjátok megnyitni, ezeket a fájlokat, ezeket a tömörített WinRAR fájlokat, hát ez meg le kell tölteni a WinRAR-t, ami szerintem majdnem mindenkinek a gépén rajta kellene, hogy legyen.
Amennyiben nincs rajta a gépeteken, töltsétek le, mert egy nagyon hasznos program, az összes ilyen tömörített zipfájt meg tudjátok vele nyitni, és igazából az internet tele van ilyen tömörített zipfájlokkal, úgyhogy Google WinRAR letöltése, telepítés, és működni fog minden. Remélem tetszett a videó, remélem hasznosnak találtátok. Ha tetszett, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjátok meg kommentben, hogy nektek tetszik-e az 1.7-es frissítés, illetve hogy milyen mobokat látnátok majd a következő frissítésben. Én kíváncsi vagyok rá, bár sajnos ugye nem ez fog számítani. Én kíváncsi vagyok egyébként, hogy ti milyen mobokat látnátok. Köszi szépen a végignézést, Doggy voltam, sziasztok!